Hangol a zenész, műsorvezető, készül a stáb a próbaterem legújabb adásainak rögzítésére. Bokányi Zsolt műsora régi múltra tekint vissza, most egy rövid kihagyást követően az utóbbi hetekben újra elkezdték forgatni a műsort. A felvételek helyszíne ezúttal a Palotai úton található rockklub. Azért gondoltuk, hogy legyen ez az a hely, ahol leforgatnánk a többi részt, mert ha körülnéztek, akkor látjátok, hogy itt minden zenei alapokra épül, és a műsornak is ezen a lényege, tehát egy könnyű zenei, beszélgetős, zenélős, zenélgetős hangulatú műsor. Ehhez pedig ez a klub, ami itt működik Székesfehérváron, most már talán mondhatjuk nagy sikerrel, tökéletes helyszínnek bizonyult. De nem ez az egyetlen újdonság, az arculat is új formát öltött. A jól megszokott műsor tartalma és tematikája azonban nem változott. Igyekszem mindig olyan vendégeket hívni, akikkel tudok a műsor elején néhány dalt közösen is eljátszani. Ha már próbaterem, akkor próbálkozunk, tehát megpróbálunk egy-két dalt eljátszani élőben, ez nagyon fontos. És utána pedig beszélgetünk az éppen aktuális zenész, vendég pályájáról, aktuális dolgairól, dalairól, bemutatunk egy-két videóklipet, vagy akár egy önálló produkciót. Tehát mondhatjuk, hogy kizárólag zene. Tehát semmi nincs, ami ennél fontosabb lenne ebben a műsorban, csak is és egyértelműen zene. Az új széria első adásának vendége Faragó Péter, a klub vezetője volt, majd a Hungarikum együttes adott Bokányi Zsolttal közösen lélekemelő műsort. A soron következő adásban már a kiváló zongoristát, Bérces Viktort láthatják a nézők, de Felkai Miklós, Majoros Andor és Rádl Péter is szórakoztatja majd a nézőket. A zenebarátoknak érdemes tehát hétfőnként 18-szor a 25 perckor a Fehérvár televízióra kapcsolni, ha pedig lemaradnának az adásról, a műsor visszanézhető a YouTube-on is. We'll be right back.